Nagy volt a sürgés forgása Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájában. A gyerekek ugyanis különleges ajándékot kaptak nem sokkal karácsony előtt, egy új csocsóasztalt. Nyertünk 200 ezer forintot, és vásároltunk reményeink szerint egy jó masszív asztalt, amit a gyerekek szabadidőben nagyon szívesen használnak, úgyhogy nagy örömmel vették át, és nagy boldogság, hogy szabadidőben megint használhatják. Versenyt is hirdettünk, úgyhogy karácsonyig szeretnénk, ha a felső tagozatosok párba próbára tennék a tudásukat, úgyhogy nagyon köszönjük a szülőknek, ismerősöknek a sok-sok zsetont, amivel hozzásegítettek bennünket ehhez az adományhoz. A cél tehát, hogy a Bonyhádi iskolába került csocsóasztalon még idén házi bajnokságot rendezzenek a diákoknak. Szoktunk játszani, de barátokkal általában akár nagy szünetben, akár csak kisebb szünetekben lejövünk, csocsózunk, állítunk bajnokságokat. Játszadozunk, jól érezzük magunkat. A játékasztal megvételéhez szükséges pénzt az egyik országos élelmiszer üzletlánc versenyén nyerte az iskola. Összesen 200 ezer forintot kapott így az intézmény. Az iskolában nem csak az ajándék jelzi a karácsony közelettét, egész hónapban az ünnepre készülnek a gyerekek. Fantasztikus hangulat van, és nagyon sok párhuzamos programunk van. Első körben az adventi készülődésben szülők készítettek ajándéktárgyakat, amit egy ablak kiállításban kínáltunk a vevőknek és a lakótelepnek, a városnak. Nagyon sok értékes karácsonyi ajándék került eladásra. A héten indult a gyerekvásár. Ez apró cseprő csecsebecsékről szól, nagyon elfogadható árakon, úgyhogy a gyerekek nagy vásárlásban vannak. Közben megy az angyali játékunk, ez egy nagyon régi hagyomány, minden nap egy gyerek kap ajándékot egy adventi csomag bontásával. Az idén a legsegítőkészebb tanuló kapja ezt osztályonként. Úgyhogy szerintem fantasztikus hangulatba telnek az ünnepi készülődések, adományokat gyűjtünk paradicsom pusztára, ezek hátizsákokat jelentenek és kulacsokat, és hát legnagyobb külső segítséget megmozgató programunk az 13-án lesz, amikor koripokat fognak horgolni a szülők, ismerősök, és a karácsonyi vásár pénzéből vettük meg azt a nem olcsó fonalat, amivel támogatni tudjuk az újszülötteket, a koraszülötteket. Sőt, a gyerekek még Mikulás napján is meglepték egymást. Ma például Miklós napján én voltam a Mikulás iskolában, körbejártuk az első, második, harmadik évfolyamot, ajándékoztam gyerekeket.